Üdvillő oldom mindenkinek, ez itt a Szélpercek harmadik adása, második évad, ugyebár január az egy egész kellemes kis meglepetés tartogatott számomra, ugyanis megérkezett hozzánk a szél. Természetesen magától nem jött, úgyhogy nekem kellett érte menjek. Konkrétan elmentem Sándorhoz, hogy hozzak tőle egy kis szelet. És jelentem, a projekt sikerült. Na, ha már nálam nem nagyon látunk ilyen nagyon-nagyon forgó erőműveket, akkor legalább egy ilyen helyre jöttem, ahol látunk is. Ugyanis itt van szél is, meg erőmű is. Ja, és ilyenkor már majdnem termel? Ilyenkor már majdnem termel, azt mondja. De hogy pereg? Hú, ilyen szemünk lenne. Mondjuk ilyen lapát is kell hozzá, az igaz. Akkor ismeri. Sándor meglepett egyébként egy ilyen kis meglepetéssel is. Kaptam egy ilyen kis papírformát, hogy mi szerint vágjam ki az új lapátokat, hogy nagyobb nyomatékom legyen, és természetesen egy kis anyagot is kaptam hozzá. Most ugye 3 darabbal ki tudjuk majd tesztelni, hogy ez a forma, ami ugye itt van, hogy ez a forma, ez mit tud, és akkor ha ez jó, akkor még tudunk hozzá szabni, hogy akkor 6 lapátosra alakítsuk a dolgokat. Szóval nagyon-nagyon jó haladnak itt a dolgok menet közben. Igazság szerint nem mertem hozzányúlni eddig a meglévő lapátokhoz, ugyanis, hát per pillanat, immáron már 31-ét írunk, első jó 31-ét, 7 óra 44 perc, szimplán nem mertem hozzá nyúlni a lapátokhoz, nehogy itt a szelet elzavarjam, így merővéletlenségből. Ugye, meg is értsük a dolgokat, ha már egyszer sikerült hozni. Nézzünk is óraállásokat. Konkrétan, ugye a rendszeren nem változtattam semmit, úgy meghagytam egy az egybe, ahogy van. 535,2 wattórán át per pillanat a számlálónk. Továbbra is a kis hókusz-fókusz dolgozik, ami ugyanoda van elrejtve, ahol eddig is volt. Tehát így akkor láthatjuk, hogy per pillanat 321 wattórányi energiát termelt be nekem a januári hónapban a szél, amit Sándortól hoztam. Jó, elvicceskedjük itt a dolgokat, de attól függetlenül ez még valóság. Bármennyire elvicceskedjük itt a dolgokat. És akkor, ha már óra leolvasás, lássuk akkor a sárga oltárnak az eredményeit. Ezt úgy szintén már papírra vetettem, konkrétan 673 kWh-n állt az óránk. Most is annyin áll, hát ez az előbb írtam fel, és ahogy nézem, 30-át írtam, mivel onnan lemásoltam, hogy 12.30, igazából az 31-e akar lenni. Na, lényegtelen. A lényeg az, hogy 100 kWh-t sikerült kicsavarni a sárga oltárral, és az ő napelemeivel, és akuival. Ez nem egy rossz eredmény, úgy mondanám ezt a dolgot, és nekem olyan érzésem volt, minthogyha a január az úgy erősebb lett volna, mint a december. Itt a sárga oltárnál ez valóban így van, hogy 87 helyett 100 lett. Nézzük akkor Paks 2-t, vagy a kettes blokkot. Kettes blokknál, ugye, hát úgy szintén 30-át írtam, hát ezt jól leírtam. Nem baj, most egy nap ide vagy oda, most nem szoroz. 9781 és 2176. Ezek ugye az óraállásaink. Na most ezt megmutatni, hogy ez látszódjon is. Focusing filed, azt írja. Nem tudom, hogy vajon. Ha közel viszem a kamerát, az a baj, ha nem, akkor meg az a baj. Hát reménykedem benne, hogy látszik. Magyarán mondva, ha a szükséges kivonásokat elvégezzük, 45 kWh az, ami a január hónapban termett a Paks 2-es blokkból, előző hónap 47 kWh. Na hát ezért mondtam ezt a dolgot, hogy olyan érzésem volt, mintha jobb lett volna, de igazából, hát mutatni pariba voltak. De egyébként a kulcs a kettő között az az, hogy ameddig a 48 voltos rendszeren
Rengeteg aksi van, ami úgy érződik is, ráadásul még a szekrénybe is gyűlnek a lítiumok, és bedolgoznak, ha csak keveset is, de bedolgoznak, mert ugye nekik nincsen töltés lehetőségük per pillanat, illetve hogy van, az túlzás, hogy nincs, mert per pillanat is 55 volton van a lítium osztály. Nagyon-nagyon kevés napelemmel dolgoznak. Tehát ők olyan nagyon-nagyon béta még egyelőre, stb. Ki kell épüljön a rendszer, viszont cserébe a sárga oltára rá van kötve, hát mondhatni, majdnem kétszer annyi napelem, mint amennyit hivatalosan rá lehetne kötni. Hát ezt ugye úgy kell érteni, hogy megvan rajta az a 6 kW-nyi, ami délre néz, elég lapos szögbe, de délre néz, és a többi az ilyen északi tájolású. Nincs már hely délen, kész, ez van. Tehát nincs mese. Viszont az az érzés jön le, hogyha itt most gyakorlatilag dupla annyi napelemet kötöttem rá, mint amennyit rá lehet tenni. És az az érzésem volt, hogy ez a hónap jobb volt, mint az előző hónap, akkor az azt jelenti, hogy nekem mindig az az érzésem legyen, hogy ez milyen jól termel, háromszor annyi napelemet kéne rákössek. Tehát előbb-utóbb csak eljutunk arra szintre, hogy 18 kW napelemmel a legszutykosabb időbe is megkapjuk azt a kis minimumot, azt a kis emészthető 1, valahány kilowattot. Hogy valóban tudjunk üzemelni folyamatosan, és hogyha esetleg használunk el az akuból is, amit egyszer máskor meg is teszek természetesen, akkor azt másnap tudja vissza is tölteni a gyakorlatba. Szóval itt ez lesz akkor a különbség a kettő rendszer között, hogy ameddig ő egy 3,6 kW-os stringgel bír gyakorlatilag, egy összességébe, tehát addig ő egy 11 kW-os stringgel bír. Hát nem egyel, hanem sok van összeközösítve. Ugyebár. Na, mi van még itt? Á, a fűtés, persze. Az egy nagyon fontos eleme a dolgoknak. Lássuk, hogy itt 3 perc, 5 perc. A kis óránk regisztrált nekünk 2529. Vajon oda fókuszálta? Annyira nem látszik ezen a kijelzőn semmi, hogy az nem kifejezés. Keríteni kellett valamit a DJI helyett, mert olyan nagyon rossz, hogy valami hihetetlen. Én felírtam természetesen az órálást. 41 kWh-t tudtunk kipréselni az akku nélküli rendszerből. Ez egyébként elég jó összehasonlításához képest, hogy az előző hónap az meg 50 volt. Tehát itt is megvan ez a kis különbség, hogy a december tényleg jobb volt, mint a január. Egyedül a sárga oltár az, aki jobban teljesített, a jó akku és a több napelem végett. Nyilvánvalóan, de az meg megint egy érdekes dolog, hogy 41 kW a 3 kW, közel 3 kW-nyi napelemből, ugye ez csak a háztetőn lévő napelemek, és ott van a másik oldal, az meg mennyi volt? Mindjárt mondom neked. 45. Ugye ő annyival több, hogy a napraforgó sárga oltárnál, ugye itt van egy ilyen SmartTest nevezetű program, erről megkísérlek felvenni egy ilyen kis képernyőképet. A SmartTest nevű applikációnak ilyen az előnézete. Ha valószínűleg mutattam már ezt a dolgot. Nagyon-nagyon nem preferáltam alapvetően, illetve továbbra sem preferálom, ugyanis nagyon-nagyon nagy a késés, tehát a valós értékeket nem látjuk. Ő most azt mutatja, hogy 7 watt fogyik éppen. Hát ez ilyen 5 perccel ezelőtti fogyasztási érték volt, most nem 7 wattnak kellene folyni, ugyanis több villanyék szerintem, mint 7 watt. Tehát ugye ezért is nem szeretem a dolgot, mert nem a valósat mutatja. Viszont az a funkciója, ami arra szolgál, hogy visszatekintést kapjunk, hogy mi történt a mai napon, vagy mi történt az elmúlt egy hónapban, arra tökéletes, sőt, egész augusztusig tudjuk visszanézni, ugye akkor lett regisztrálva ez az egész mindenség, és azóta ugye üzemben van, annak ellenére nem használom, az adatok ugye elmennek Kínába, azt onnan vissza is tudjuk kérni őket. Van, aki fél, hogy látják, hogy mennyit termeltél, meg mit tudom én, hát lehet, hogy ilyen is van, fogalmam sincs, én egyenlőre ilyentől nem tartok egyáltalán, rosszabb esetben kihúzzuk a wifi eszközt belőle. Egyébként, ha a csárcikonra megyünk, akkor nekünk itt napi lebontásba mutatja meg a január hónapot, és itt elég szépen ki is derül a dolog, hogy
Hát volt itt olyan nap, ahol az 1 kWh-ra jött csak be. Hát azok valami nagyon-nagyon szürke napok voltak, viszont a többi időben, mondjuk a hónapnak a legalább egyik felébe a 4-5 kW-ot ki tudtuk kapirgálni körülbelül, mert azért látszik, hogy eléggé hullámzó, viszont amikor teljes napsütés volt, majdnem elértük a 12 kWh-t is. Ez 23-án történt meg. És ott egymást három követő napon is elég szép eredmények jöttek be, ugyanis ott meg majdnem megvan a 12 kWh, itt valamivel 8 alatt, valamivel 8 felett. Többi napok voltak, ugye gyengébbek. Előző hónappal összehasonlítva, forma-forma egyébként, egyébként kilowattba is ugye 87 és 100, hát na, majdnem ugyanannyi. Annyi, hogy decemberben kicsit, mintha többet sütött volna a nap, és valóban többet sütött a nap, ugyanis több nagy eredmény van. Viszont ott is voltak nagyon-nagyon gyenge eredmények, ami köszönhető annak, hogy vagy nagyon ködös, felleges idő volt, vagy köszönhető annak, hogy például nem tartózkodott itthon senki, és egyáltalán nem fogyasztottunk villanyt, hiába lett volna rá lehetőségünk. Ilyen is előfordulhat. Na, természetesen most nem, én nem törekszem arra egyébként, hogy minden egyes milliwattot elfogyasszak, ami termelődik, csak amire valóban szükségem van. Na, hát így jönnek ki ezek az eredmények, de azért elég jól kenjük neki, úgy érzem. Tehát 600-valahány kilowattóra augusztus óta, csak az egyik rendszerből, hát ez elég sok. Maradjunk annyiba, hogy ez elég sok. Ja, ebben a charge-ban még lehet olyat is csinálni, hogy day. És akkor ugye napra megmondja neked a dolgot, és akkor megmondja, hogy mi termett, és hogy mi volt a fogyasztó. Tehát ez külön felrajzolja. Kettőt együtt is. Hát látszik azért, hogy most per pillanat elbírjuk használni a dolgokat, ami terem. Ahogy majd megyünk bele a tavaszba, ez majd meg fog fordulni, többet bírunk majd termelni, mint amit elbírunk használni. Erre a videóra ennyit. Találkozunk a következő videóban is. Na csá! Azért annak is van fordulata. Van. Azért ajánlottam. Hát szinte majdnem áll a képen. Na most termel a hagy, hallottuk. Botorhang. Hát... ez technika. Nem baj, lesz nekem is. Szépen végig megyünk a lépcsőn.